2016-ban indított a kormány sportcélú beruházásokat az Oktatási Infrastruktúra Fejlesztő Programban. Országosan 51 tanuszoda megépítését tűzték akkor ki célul. A most megjelent határozat a Baranya megyei sportcentrum építését engedélyezi, amely szerint hamarosan megkezdődhet a tanuszoda és az azt kiszolgáló épületek kivitelezési munkálatai. Sportkomplexum épül, ami állni fog egy uszodából, két labdarúgócsarnokból, egy sportszállóból, egy 40x60-as füves pályából, egy szabány 20x40-es műanyagborítású kézilabdapálya, szabadtéri kézilabdapályából. Ezek a jövésői 400 méteres futókörből. Több mint 6000 négyzetméteren indul majd az építkezés, ehhez az iskola területének szomszédságában kellett vásárolni a telkeket az önkormányzatnak, valamint előkészítés alatt állnak a további ingatlan vásárlások is. A méreteinél fogva nem Vajszónak készül, tehát ezzel tisztában kell lenni, nem is mi fogjuk üzemeltetni. Ez egy sokkal tágabb kör számára, itt egy nagy területet le fog fedni ezzel a szolgáltatással, edzőtáborozásokra, lesz alkalmas versenyek rendezésére, és mindamellett nekem nagyon nagy álmom, hogy itt a oktatási rendszerben sokkal nagyobb hangsúllyal vegyen részt a testnevelés oktatás, meg a sportcéloktatás. Horváth István hozzátette, hogy az épületet a Magyar Úszószövetség által javasolt műszaki tartalommal és elrendezéssel kívánják megvalósítani. A közbeszerzés és az ilyenkor szükséges folyamatok elindítása, valamint a majdani alapkőletétel után várhatóan 3 év múlva vehetik majd át a központot a sportolók.